Dicséretesséken Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, március elsője van. Húshagyó kedd, hisz holnap már honvazó szerda megkezdődik a nagyböjt. Tehát még egy kicsit farsangi hangulatban hallgassuk meg Márk evangéliumának egy részletét. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk és úgy követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap most ezen a világon, otthont, testvét, anyát, apát, gyereket, földet bár üldözések köz, közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ez a rövid evangélium azzal kezdődik, hogy a gazdag ifjúval való beszélgetést követően játszódik le ez a párbeszéd Jézus és a tanítványok között, elsősorban Péter apostol között ez a gazdag ifjú egy szó erejéig, vagy mondat erejéig, hat érjek rá, az, aki, aki nem fogadta el Jézus meghívását. Gazdag volt, és Jézus azt kérte tőle, hogy adja oda a vagyonát a szegényeknek, és úgy kövesse őt. És nem volt rá képes. Nagyon sajnálni lehet. Mert azt hitte ez a gazdag ifjú, hogyha ő odaadja azt, amilyen van, akkor ő mi lesz? Gondolom mindenki kapásból folytatja a mondatot, szegény. Holott nem. Ebből a mostani párbeszédből, Jézus és Péter közötti párbeszédből, az derül ki, hogy, hogy nem azon múlik a gazdagság, hogy én adok-e valamit, hanem azon, hogy mit kapok helyébe. És mit mond? Miért kell lemondanunk? Az evangéliumért, az evangélium tudjuk szó szerint azt jelenti, hogy örömhír. Az EU szó az ugyanaz, mint mikor azt mondja valaki, hogy Euréka, ej, hű, de nagyon boldog vagyok, mert rá találtam valamire. Örömhír. Az örömhírt kapod a helyet, amit most tartasz értéknek. Most értéknek tartod, hogy van földed, mint ahogy nekem is van, képzeljék el van földem, ami ki van adva bérbe, és minden évben kapok egy pár forintot érte. Óriási dolog. Nagyon örülök neki, mert jól jön az a kis pénz erre-arra. Vagy például öröm, ugyancsak birtokolhatok az élményeim, amelyekben részesültem földi életében, életemben. Itt én elsősorban mondjuk még a külföldi utaimat is felsorolhatnám, mert hát döbbenetes, hogy mi volt. És nehogy azt higgyük, hogy ezektől meg kell válnunk, csak eléjük kell helyeznünk az evangéliumot, az örömhírt. Tehát úgy kell értékelni, hogy ha valaki például megkérdezné tőlem, hogy mi számodra a legnagyobb öröm az életedben, akkor véletlenül is az jusson eszedbe, eszembe, hogy hát az, hogy van nem tudom mi hány hód földem, és annak a terméséből hasznából kapok de még csak az se eszedbe, hogy hát az az a legnagyobb örömem, hogy elő tudok venni egy fénykép és ott megnézni, hogy milyen fantasztikus helyeken jártam. Vagy bekapcsolni egy régi fölvételt, hogyan tudtam itt ott esetleg élménybeszámolót tartani egy külföldi utamról. Nem. A legnagyobb öröm, amit ezek helyére, ezek elé kaphatsz az Istentől, ha azt odaadod, amit van, és ez az, amit a gazdag ifjú nem tudott megtenni, az az örömhír, az, az emelkedettség, a lelki boldogság. Amikor most a közelmúltban éppen együtt lehettem megint egy, egy vakon született lány ismerősömmel, akit 40 évvel ezelőtt kereszteltem, most már 44-45 éves, és azt látom rajta, hogy nem tud menni, nem lát, Egyáltalán, és mégis, most kapaszkodj meg, mégis tud nevetni, tud boldog lenni, tud önfeledten mesélni, beszélni, kérdez, faggat engem erről-arról, kiáll az emberekkel és énekel. Úgy énekel, mint egy operaénekes lenne. És közben soha nem látta az édesanyja arcát, stb. Akkor azt mondom, ez a lány, ez birtokolja az evangéliumot, az örömhírt valami olyan dolgot birtokol, ami többet jelent számára, mintha mint esetleg minden érzékszerve tökéletesen működne. De nem csak ezt lehet kiolvasni ebből a mai evangéliumban, hanem ha tovább lépünk, akkor ugye az is kiderül, hogy miket kapunk mi személy szerint az Istentől azok helyett, akiket, akikről lemondunk mert lemondunk például a családról, aki szerzetes nővér, apáca, vagy éppenséggel szerzetes, egyházmegyi és pap, és nem görög-katolikus, aki megnősülés emellett csinálja a papi feladatait, hanem nőtlenségben és család nélkül él. Erről arról le kell mondani. Nem tudom a lábamra ölembe ültetni az unokámat, stb. És mit kapok helyette? Hát például most van egy egy jó barátom. Kinyitom a gyontató szék ajtaját, ha nincs gyónó, hogy lássak a templom térbe, és halljam a Szent amit a paptestvér mutat be, és már is megjelenik egy kis kölök. Talán öt éves lehet most. Jön oda beszélgetni, addig is, amíg azt az unalmas predikációt hallhatják a többiek a templomban. Oda jön, néha még az ölembe is ül. Hát nem tudom, hogy nem jelent ez ugyanakkor örömet nekem, mint mondjuk a Bátyámnak az unokája ül az ölébe? Szerintem igen. Kapok, nem csak adok, hanem kapok is. Mennyi mindent kaptunk az Istentől, emberi kapcsolatokon keresztül. Amikor például megtapasztaljuk azt, hogy ha valami hiányzik az egészségünkből, mert már nem vagyunk 20 évesek, és már 74 sem hanem azon is túl vagyunk, akkor rászorulunk ilyen olyan segítségre, és jön a segítség. Hát nem döbbenetes, hogy rendel mellém valakit, hogy éppen akkor csönget be valaki, amikor nagyon padlón vagyok, és jól jön az, hogy valamit kér tőlem, valamit kérdez tőlem. Soha nem hagy árván bennünket az Isten. Ezért mondhatja nyugodtan Jézus azt, hogy aki elhagyja atyát, anyját, az száz kap, és még kap is apát, anyát, testvért, rokont, mindent. Mindenben bővelkedhetünk. Nem kell félnünk attól, hogy valami oknál fogva a mi életünk az hiányt szenved. És ha mégis úgy érezzük, hogy esetleg valami jó lenne, ha gazdagabban hullanna ránk, többen szeretnének, többen ajándékoznának meg egy telefonhívással, egy beszélgetéssel. Legyünk kezdeményezők, hisz nem mi vagyunk csak ilyen helyzetben, hanem x, y és egyéb is, aki meg pont arra vár, hogy teted az ő életét teljessé. Ne te akarj kielégülni, hanem te akarj kielégíteni mást. Lapos bele a noteszodba, vagy a mobiltelefonodba. Hát, ha van ott valaki, aki várja, hogy fölhívd, mert már nagyon régen hívtad föl. Hasonló ötletekkel egymást ajándékozzuk meg, hogy minél több szeretet sugározzék ember és ember között, és akkor a Jóisten is még gazdagabban tud megajándékozni bennünket az evangéliummal, az örömhírrel. Dicsértessék Jézus Krisztus!